Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Családőrzők című műsorunk kezdődött el ezzel. Köszöntöm a stúdióban állandó szakértőinket, Papp Csilla életvezetési szakértőt, párkapcsolati mediátort. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház alapítvány szakmai vezetőjét, egészségfejlesztőt, mozgásterapeutát. Szervusz Csilla, sok szeretettel köszöntelek benneteket és a kedves nézőket is. És megérkezett Tornyai Gábor atya, plébános mentálhigiénész szakember. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Érdekes témát választottunk a mai műsorban. Nagyon sokszor előfordul, és sokszor emlegetjük otthon, mégsem nagyon beszélünk róla, ez pedig az unalom és a türelem kérdése. Hogy a gyerek manapság miért tűnik türelmetlennek, miért van az, hogy nem tud várni, miért van az, hogy azt szereti, és azt szokta meg, hogy azonnal kiszolgáljuk, illetve unatkozik-e, mikor unatkozik, és mi az unalom. Talán kezdjük is ezzel, mit nevezünk türelemnek, és mit nevezünk unalomnak. Határozzuk meg először talán ezt a segítségetekkel. Jó, tehát türelemnek azt nevezzük, hogy képesek vagyunk egy dologra kulturáltan várni, tehát mondjuk gyerek aspektusból mondom, hogy kérek egy pohár vizet a szüleimtől, mondjuk 4-5 évesen, mert hogy láttam ilyet, van egy ilyen példám, és nem ment oda a gyerek a csaphoz tölteni magának, holott már tudott volna, mert hogy a kora miatt képessé vált erre, viszont addig nyűztette a szüleit, és addig-addig kínlódott, míg az udvartartása apuka, anyuka ugrott és adta. Például már ez is egy lépcső a türelmetlenség megtanítására, hogy rögtön azonnal adom, és nem mondom azt a gyereknek, hogy várj egy kicsit, légy szíves. Tehát reagálni kell a kérésre, nem meghallani, mert az sem segít. Reagálok, de nem ugrok azonnal. De nyilván itt is az életkori sajátosságokat figyelembe kell venni. Tehát a türelem az, hogy képes vagyok türelemmel várni. Nem dühösen, nem mérgesen, nem hisztizve, de felnőttként is. Most eszembe nem... jutott egyébként a Shrekből a csacsi, hogy ott vagyunk már? Ott vagyunk? Igen. Mikor érünk már oda például? Gyerekek szokták ezt az autóba kérdezni, mikor érünk már oda, messze van még? Jaj, már nem bírom. Tehát igen. Tehát, hogy de ha... ez nem egy egészséges türelmetlenség, ez olyan természetes. Ebben még kíváncsiság is van, igen. Ebbe, hogy mikor már, mert ugye izgul, várja. De van az a fajta türelmetlenség, mondom, főként ez a kérek enni, kérek inni, ezt adjál, azt adjál, ezt csináld, ezt akarom. Ezt ugye ismerjük, és ugye ha azonnal ugrunk, akkor őt abban támogatjuk meg, hogy neki mindent azonnal adunk, és minden azonnal van. De hogy ez nem így van, hogy minden azonnal van, és mindent azonnal adunk, dolgokért tenni kell, vannak bizonyos keretek, viselkedési szabályok, van egyfajta tolerancia, vagy másképp nevezve türelem, tehát hogy ezeket nagyon szépen meg lehet tanítani, de ugye nagyon sokszor elhangzott már az, hogy a gyerek az nem abból tanul kifejezetten, mit mondunk neki, hogy mit ne csinálj, meg mit csinálj, hanem ahogy mi viselkedünk, ahogy mi reagálunk dolgokra, és nem csak vele kapcsolatban, akár egy boltban, bevásárlásnál, egy bármilyen élethelyzetben, egy szituációban, amiben mi valamilyen interakcióba lépünk, vagy reagálunk valakinek valamire. És ugye ezt tanulja meg. Itt lehet az is kérdés, hogy ez azonnal kérek enni, azonnal kérek inni, mindig a türelmetlenséget jelzi-e, vagy mondjuk csak fel akarja hívni magára a figyelmet. Nem tudom, Zsuzsi, hogy látod ezt? Te vagy a gyerekek képviselője nálunk. Jobb erre. A gyerekeknél a türelem az egy képesség, ami szépen lassan fog kialakulni. Igen, lehet türelmetlenségre tanítani a gyereket azzal, hogyha a kivárás képességét nem kezdjük el szépen lassan apránként másodpercekről másodpercekre növelve odaadni neki, hogy erre ő képessé váljon. Mi azért vagyunk képesek türelmesek lenni ma már, mert elég fegyelmezettek vagyunk többnyire. Mi a különbség a fegyelmezett várakozás és a türelem között? A fegyelmezett várakozás az egy frusztrált várakozás, de én önmagamat, az indítatásaimat, az érzelmeimet háttérbe szorítva kifelé fegyelmezetnek mutatom magam, és azt mondom, hogy igen, én erre képes vagyok, és kivárom, de a fene egye meg, meddig kell még várni? Tehát ez van belül. Még a türelem az ajándéknak tekinti azt az időt, ami 1 perc, 5 perc, 8 perc, 18 perc, és abban az időben tud befelé figyelni, tud magával lenni, tud imádkozni, tud mantrázni, tud hite szerint kinek mi, de tud egy olyan dolgot képviselni és megélni, amire egyébként a mindennapi életben nem nagyon szánunk időt, sajnos pedig kellene. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy ha a türelmet tanítjuk meg a gyereknek, akkor ő azt fogja látni, hogy a felnőtt is képes
úgy bizonyos dolgokat kivárni, hogy ezt őt nem tölti el türelmetlenséggel és frusztrációval. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, hogy a példaadásunkkal tudunk ilyet tenni. Nekem ilyen dolgok jutnak eszembe, amikor buszra kellett még abban az időben várni a saját gyerekeimmel, és ugye voltak hárma, mondhattam volna, hogy vagytok egyenlegen, szórakoztassátok egymást, de azért persze ilyenkor egy picit irányítottan csinálja az ember a dolgokat. És akkor ott elkezdtünk szójátékokat csinálni, verset, memoritert, nem tudom én, akár találós kérdéseket mondani. Tehát olyan dolgokat csinálni, amivel úgy röppent el az idő, hogy a gyerek nem vette észre, hogy neki most mennyi időt kellett várakozni. Ha előre tudjuk, feltételezhetően mennyi idő lesz az, amit a gyerekkel várakoznunk és várakoztatnunk kell, erre mi is fel tudunk készülni, és őt is fel tudjuk készíteni. Ugye a legszörnyűbb nekünk is az az, hogyha szembe találjuk magunkat egy váratlan helyzettel. Be akarsz menni a bankba, negyed órával előbb értél oda, mint az ebédidőnek a vége lenne. Negyed óra, úristen, 15 perc, mennyi értékes dolgot lehetne? A legértékesebb dolog, hogy magaddal lehetsz. Nem kell csinálnod semmit. Az áldott nyugalom. Ez a legfontosabb. Nekem ehhez kapcsolódik hozzá picit a felnőtt türelmetlenség is, hogy amikor ez úgy előjön, hogy mi az én időbeosztásom, és mit kezdek a saját időmmel. A legtöbb esetben olyankor jön elő a türelmetlenség, amikor feltorlódnak a saját dolgaim, és nem abban az ütemben haladnak a dolgok, mint ahogy azt én elképzeltem, hogy szerintem működnie kellene. És ez, amit itt mondtatok is, hogy egyfajta feszültséget szül, meg inkább most a felnőtt oldalról nézve ezt a türelmetlenséget, de azt gondolom, hogy ha megfordítom, hogy egy szülő türelmetlensége a gyerek felé, a mögött sok esetben inkább ez a fajta belső feszültség van, hogy annyi mindent kell még megcsinálnom, és fut az egész lakás, és akkor még ez a gyerek is nyaggat engem azzal, hogy és nem tudok rá rendesen időt szállni, mert hogy van egy saját belső feszültségem azért, hogy nem abban a rendben mennek a dolgok. És még lelkismert furdalásom is van, hogy a gyereknek nem adom oda az időt. És utána még nem adom oda, igen, és akkor attól is feszült vagyok. Viszont, hogyha el tudok jutni oda, ugye ma világának ez is egy ilyen trendi kifejezés, hogy jó időgazdálkodásom van, és nem csúsznak össze a dolgaim, akkor sokkal kevésbé leszek én magam is feszült. Vagy ha ki tudok alakítani egy olyan rendet az otthoni életemben, ezt biztos, hogy szülőként másképpen éltétek, majd élhetitek meg, vagy akik így a nézők közül néznek, hogy hát ezt a rendet a gyerekek mindig felül tudják rendszeresen írni. Hogy olyan jól el volt tervezve, hogy hazamegyek, mosok, főzök, takarítok, és majd játszok a gyerekkel is, és közben az egészbe valahogy belelépett a gyerek, csak hogy ott maradt bennem annak a feszültség, hogy nem úgy működnek a dolgok. És ezért válok feszülté. Tehát én innen is ránézni kell a témára, hogy a felnőtt türelmetlensége, mert hogy ez pont ugyanúgy hat a gyerekre, vagy a gyereknek a növekedésére. Illetve a saját türelmetlenségemben meg megint ez van, hogy megszoktam azt, hogy manapság már gyorsan mennek a dolgok. Tehát így eszembe jutott az, amikor a számítógépet bekapcsolom, és mondjuk egy picit lassabb számítógép van, mint amit megszoktam. Hogy a legtöbb esetben bekapcsolom, és már ott van minden, és már lehet is dolgozni, és amikor mondjuk egy pár másodperccel többet kell várni, míg a rendszer szépen föláll, meg elkezd működni, és ott dobolok az asztalon, hogy gyerünk már, csináljuk már, mert pörögni kell, és nem tudom, és feszült vagyok tőle, mert hogy megint a saját időgazdálkodásom az, ami miatt ez a fajta belső feszültségem jön elő. Bocsánat, csak az időgazdálkodásra hadd reagáljak, mint coach, mert ugye ezt tanítom, hogy ugye az időgazdálkodás azért fontos, ha trendi, ha nem trendi, mert hogy kell hozzá egy tervezői gondolkodás is. Mert ugye tudjuk, hogy lesz egy holnap után, és nagyjából tudjuk, hogy milyen feladatok várnak ránk. És azért jó, hogyha van egyfajta időgazdálkodás, tehát meg tudjuk tervezni a napunkat, ugye naptárral akármivel a kézben, vagy ki telefonnal, ki mivel, mert ezzel is egyébként a gyereknek is példát mutatunk, plusz hogyha valamennyire keretekbe rakjuk magunkat, a feladatainkat, a megoldandókat, a munkát, minden találkozókat, tehát úgy össze tudjuk szervezni, hogy az időben beleférjen, és még mondjuk még marad is szabad időnk, akkor az is egy nagyon jó érzésem, amikor azt mondom, hogy na ez a nap milyen jó volt, gördülékeny volt, olajozott volt, mentek a dolgok, ahogy kell, mindent elintéztem, ez egy felszabadító érzés, ugye? És ez azt mondom, hogy ugyanúgy igaz, tehát most ugye
amit mindig küzdök így a műsorainkban, amikor beszélgetünk, hogy igen, a gyerekekre hegyezzük ki, de azt gondolom, hogy ez kapcsolati szinten legalább ilyen fontos. Így van. Tehát ez egy dolog, már hogy mint párkapcsolati szinten egymásnak a türelem, mert hogy meg tudom-e hallgatni például a másikat. A család témába beletartozik. Igen, igen, csak hogy nagyon sok, most is egy picit így elmentünk a gyerek témába, csak én azért gondolom, vagy tartom fontosnak, hogy amiket szintén idehoztunk, hogy van időm, mint van időm, mit kezdek magam, ahogy kezdek, hogy a másikra hogyan tudok odafigyelni. Legyen szó a férjem, feleségem, vagy nagyszülőként, vagy a barátaimra, mennyire hallgatom őt meg, hogy ezek a találkozásaimban mennyire tudok jelen lenni a másik számára, vagy pedig a saját dolgaimért pörgettem, és gyorsan ez a hogy vagy, kösz, jól. Ez a felszín. És igen. Akkor már túl is vagyunk azon, hogy akkor nem kell időt szánnom a másikra, mert tudok tovább lépni. Félve kérdezem, mert nagyon bizonytalan vagyok benne, de mintha a türelem, mint kifejezés példabeszédben, illetve a Bibliában is megjelenik. Mint hogyha hallottam volna ezzel kapcsolatban. Hát, ha nem is, így kifejezetten nem tudok mondani neked példázatot. Igazából, ami eszembe jut, van Jézusnak két példája, a kovászról, meg a mustármagról, ami nem kifejezetten a türelemről szól, de ide lehet kapcsolni. Nekem is ez egy eszembe jutott. Még mind a kettő arról szól, hogy a mustármag is és a kovász is lassan dolgozik. De ahogy dolgozik, átjárja a tésztát, vagy a lisztet, és akkor megkelt tőle az egész tészta, hogy a mustármag, ahogy fejlődik, egy növény lesz belőle. Ezeket sokszor használja Jézus képként. De azt gondolom, hogy ha a türelmet akarom idehozni, akkor ez a merni tudni időt adni arra, hogy megtörténjen, aminek meg kell történnie. Mm. És ez a fejlődéshez azt gondolom, hogy hozzátartozik. Tehát, hogy közvetve talán azt hiszem így tudnám ide kapcsolni, de direktbe így, hogy ez a türelemre intés, ez így nem jut eszembe, hogy hol hangozna így a Szentírásba. De azt hiszem, hogy ez, hogy lassan növekszik, nem vagy ott, de mégiscsak megtörténik a növekedés, az a belső fejlődés, erre időt kell szánni, és azt hiszem a türelem gyakorlása az tényleg az, hogy megtanulni, hogy mit jelent az, hogy a dolgok nem minden, a dolgok nem úgy alakulnak mindig, ahogy azt én akarom, de hogy, hála Istennek, de hogy abba is meg kell tanulni, vagy igen, azt, talán azt megtanulni, hogy hogyan tudok jelen lenni úgy a dolgokban, hogy azok azt elfogadni, hogy nem én uralom őket. Talán ez az egyik kulcs, a jelenlét. Mert addig, amíg folyamatosan egyik helyzetből rohangálunk a másikba, és lépünk át egyik szituációból a másikba, addig meg sem éljük ezeket a helyzeteket. Csak túléljük. Így van. Az egész napot reggeltől estig. Különösen a gyerekes családoknál, de a mostani világot, hogyha megnézed a multitasking világába, amikor egyszerre 6 dolgot csinál szinte mindenki, ha belegondolsz abba, hogy bármi rendkívüli esemény jön, ami nem volt bent a határidő naplódban, már pedig ilyen egy nap jön éppen 152 darab, akkor ezekre annyira gyorsan fogsz reagálni, hogy na még, és úgy esik szét a te jól megtervezett időgazdálkodásod, ahogy a nagykönyve meg van írva. Bocsánat, mindannyiunknak ott ketyeg a zsebében, táskájában, akárhol 1-2 darab okos telefon. Az mindegyik gyorsítja az életünket, pörget bennünket. Ugye nagyon sokszor beszéltünk már erről is, hogy maga a telefon, a mobiltelefon, mint áldás vagy átok, hogy hogyan kerül ez a mi mindennapjainknak a középpontjába szinte. Bődület, jön egy másfél perces telefonhívás, ami minimum 5-7 percre vesz ki a jelenből, és röpít el valahova, ami éppen a hívott fél, vagy a hívó fél szerinti dolog, és mire visszakerülsz ugyanoda, ahonnan elindultál, egy csomó idő, energia elveszett. Hányszor vagy úgy, hogy tudod, hogy beszéltél vele, mert az még rémlik, de hogy mit? Miért hívott? Mi is volt? Megnézed a telefonhívás listádat, a teste, és ott van rajta 48 darab hívás. Halványil a fogalmad nincs róla, hogy éppen délelőtt 10 óra 22 perckor a Jóska miért hívott fel. Lerendezted, elintézted, pipa. Nem is, tehát nem, annyira nem éljük meg. Igen, de annyira nem éljük meg. Tehát, hogy ebben ez áll a nagyon nagy baj, hogy elvesztettük a kapcsolatot az élettel. És a türelem, hogyha megvan, a megélés megvan, akkor az élettel való azonosulás van. Tehát valamilyen ilyen átreppenés a világ fölött,
amit mi most csinálunk, és aztán meg folyamatosan a hiányt görgetjük magunk előtt, mert nincs meg a valódi megélés, a valódi tartalom, a valódi mélység. És valahol itt jön be az a másik kérdés, amit idehozta, hogy az unalomnak a kérdése, hogy amikor meg van idő, akkor pedig nem tudok benne lenni az időmbe, vagy nem tudok jelen lenni önmagam számára, mert nem tudok magammal mit kezdeni. Eljön az a kor, amikor tudsz, mert annyira fáradt vagy, hogy elhasszol egyébként, de benne van a pakliba, pont ide akartam én is kilukadni, hogy ez a tudok-e várni, vagy nem tudok-e várni mondjuk az orvosnál, vagy a fodrásznál, ha várni kell. Hogyha az embernek olyan az élete, hogy pörök, hogy jönnek ezek a telefonok, és akkor itt egy szolgálati közlemény, múlt héten felhívott engem egy hölgy, kér tőlem valamit, megígértem, hogy utána nézek, és csak arra emlékszem a beszélgetés végéről, hogy egy évben egy napon születtünk. Ha most látja ezt a műsort, akkor hívjon újra, mert mindent elfelejtettem, és nagyon sajnálom. De ez is egy milyen szép gesztus, hogy itt van. Valamit tennem kellett, mert nagyon szégyellem magam, és sehogy nem jut eszembe, hogy mi volt akkor, és ez nagyon kellemetlen, de hát ez egy dolog. Tehát a pöröksz egész nap, tehát már a reggel olyan, mert még bejön ez, ma már a mobiltelefonnak köszönhetően már a fürdőszobába elkezdesz dolgozni, mert közben kihangosítóval telefonálsz, míg a hajadat igazgatod, vagy bármi ilyesmi van, és akkor hogy pörgeted a napodat, mondjuk 3:30-ra oda kell érni az orvoshoz, úgy esel be, 31 perckor úgy esel be, már idegesen, hogy biztos beívtak már, és kiderül, hogy ott várnod kell egy fél órát. Úgy a csodába tudnál csak úgy megállni. Tehát, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, hogy egyik pillanatról a másikra pörgésbe, akkor, amikor tudom, hogy 5-kor már másik helyen kell lennem, és oda pörögnöm kéne tovább, hogy tudom azt megcsinálni egy kapcsolattal, és ugyanez a helyzet a gyerekkel. Hogyha közben bejön egy gyerek történet, hogy a gyerek felhív, és ő nyugodtan, türelmesen szeretné elmondani, hogy miért kapott egyest, vagy miért bántotta a Pistike, vagy a Józsika. És nem tudsz megállni. Tehát ez egy borzasztó nehéz dolog. Ugye a lendület törvénye, fizika, fiziológia, minden más, ami benned van. Tehát hogyan pörgeted magad? Úgy pörgeted magad, hogy az agyad vegykonyhája egy csomó olyan hormonális és más egyéb vegyületet fog termelni, amitől ébren tudod tartani ezt az iszonyatos nagy tempót, amit csinálsz magadnak. Na most ez ott kevereg a véredbe. Ugyanúgy, mint a stressz, ugyanezekről a hormonokról beszélünk egyébként, tehát amikor hirtelen bejön nagyon sok hormon a szervezetedbe, te meg nem csinálsz vele semmit, mert nem szaladsz és nem ütsz, hanem ott maradsz ledermedve, valahol az el fogja végezni a munkát, hanem kifelé fejti ki a hatását, akkor befelé fejti ki a hatását, belülről fog téged ölni, rombolni és szedni az egészségedet, megbetegíteni, így van, köszönöm. Na most, amikor egész nap pörgeted magad, akkor ugyanez van. Tehát pöröksz, 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 egyszer csak azt mondja valaki, stopp! Aha. Mondok nektek valamit, most a hétvégén hosszabb autóúton voltunk, a Debrecenbe kellett, mentünk családlátogatásba, és jövünk haza, nagyon hosszú az autóút az M3-ason, és ott azért jöhetsz. Igyekszel is, egyre gyorsabban, mert ugye unod a hosszú utat, És akkor legyünk már túl rajta. És akkor lejössz az autópályáról, és ott a 60-as tábla. Hogy érzed magad? Csak egy ilyen hétköznapi valami. Visszafognak, belassítottak. Frusztrált leszel, akadályozott leszel. Innen tudja, hogy legyünk történet, szoktam mondani. Akadályozott leszel, dühös leszel, ingerült leszel, és teljesen mindegy, hogy most azt kérdezi a férjed, hogy van-e még otthon kávé, vagy mindegy, hogy mi jut eszébe, úgy fogsz felcsattanni, hogy pedig a helyzetben vagy benne. Tehát, hogy nagyon-nagyon az a világ, amiben élünk, este, ha hazamegyek, és akkor a férjem mondja, hogy milyen napod volt ma, és emlékszem arra az esetre, amikor elmondtam neki, hogy figyelj, reggeltől estig velem annyi dolog történt, mint a nagymamámmal szerintem 10 nap alatt, vagy egy fél év alatt, vagy egy év alatt. És tényleg ez van. Tehát, hogyha így felsorolod taxatíve, hogy mi mindent intéztél el, hányféle dologra koncentráltál, hányféle döntést hoztál, hányféle helyzetben módosítottad az előírtakat, elképesztő, hogy mire vagyunk kényszerítve önmagunk által, mert lehet ám ebből kiszállni is. Tehát ezt nem muszáj csinálni. És itt jön, bocs, mondd is. Egy fél mondat jó. Még. Én nagyon sokáig éltem olyan életben, amikor gazdasági
vállalkozásokat csináltam, nem tudom, én mindenféle volt. Tehát ott az idő az arról szólt, hogy ha neked oda kellett menni 14 órára, akkor pontosan megérkeztél 13 óra 59:30-kor. Nem előtte, nem utána, ez halál pontos volt, üzleti élet, világ, megtanultad, betartottad. Na, én mondtam, köszönöm szépen, ez nem az a világ, gyerekek, na, hát mégis más lehet mesét mondani. Na, és akkor én ellazultam, és innentől kezdve nem voltam hajlandó ebbe a rabságba élni. Tehát az, hogy most, ha kettőre kell menni, és én 14 óra, 2 percre érek oda, na, nélkülem úgyse kezdik. A férjemmel ez nagyon sok frusztrációt okozott. Ma már nem. Megtapasztalta ő is, és én is, hogy a nagyszámok törvénye szerint, amit te mondtál, odaérek 31-re, és kiderül, hogy még nekem kell fél órát várnom. Tehát, hogy feleslegesen izgatjuk magunkat, és kergetjük magunkat nagyon sokszor. Át kéne valahogy ezt szőni máshova. Csak a katolikus papságom jött így elő abban a témában, és azt hiszem, hogy ezt lehet, hogy újra föl kéne fedezni azt a napot, úgy hívják, hogy vasárnap. Tehát, hogy de már a szombatot is. Hogy nem véletlenül van az, hogy akár a Biblia is azt mondja, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világot, a 7. napon megpihent. Jó, hát persze Isten nem kell pihennie, de a maga a történet mégiscsak fontos. És hogy ezért voltak kísérletek arra, hogy mondjuk 10 napos hetet csináljanak, ha jól emlékszem a francia forradalom idején, de aztán nem működött elég sokáig, de hogy valahogy az emberbe bele van írva, hogy ez a 6 nap pörgés menjen, és legyen egy nap, amikor megáll és egy picit elcsendesedik. Ugye második János Pál pápának van egy nagyon szép írása, egy apostoli levele a vasárnap megszenteléséről, a Dies Dominia címe, és ő sok mindent behoz ebbe a témába, hogy mert ugye általában a vasárnapról beszélünk, akkor beszélünk, hogy a megpihenés napja, hogy az Úr megpihent, és akkor ezt a bibliai képet hozzuk, meg az új nap, az új hét kezdet, a feltámadás napja, és hogy ünnepeljük ugye a templomaiban, a misében, Isten tiszteletben, hogy hát ez a fókusz a mi életünknek. De a Szent Pápa beszél a családnapjáról, beszél a természet, a teremtés napjáról, az elcsendesedés napjáról, tehát hogy ezek azok a dolgok, amikre azt gondolom, hogy az embernek szüksége van. És hogy amit itt Zsuzsi is mondtál, hogy beleessünk abba a csapdába, hogy pörögni kell, és éppen ezért van egy feszültség, türelmetlenség bennünk, de hogyha felfedezzük, én azt gondolom, hogy fontos felfedezni a megállásnak az időszakait, és azért nagyon sok spirituális út van, ami beszél a megállás, vagy az elcsendesedésről, és most nem csak keresztény értelemben. Szerintem nekünk keresztényeknek kellene nagyon ezt úgy reklámoznunk, hogy milyen lehetőségek vannak mondjuk a megállásra, mondjuk akár kimenni Bakonybélbe a bencésekhez, vagy csak egyszerűen elmenni valahova az erdőbe, megállni, elcsendesedni, vagy egyszerűen a lakásunkba kialakítani egy csendes sarkot, ahol azt mondom, hogy egy kicsit úgy megáll, csak 10 percre. Tehát lehet, hogy egy egész napot nem tudok erre szánni, de szerintem nagyon fontos lenne megtalálni ezt a vasárnapos napomat, és ugye akik ilyen mindenféle műszakban dolgoznak, és mondjuk vasárnap is kell mind dolgozni, azoknak szoktam olyan, akkor keresd meg a másik vasárnapodat. Akkor legyen a szerda, a kedd, a csütörtök, a vasárnapod, amikor te megállsz. És amikor valami egészen más csinálsz, ugye a pihenésben az is benne, hogy valami egészen más csinálni, mint amit egyébként. Ha fizikai munkát végzek, akkor valami szellemi kikapcsolatás. Ha szellemi munka, akkor valami fizikai dolgot csináljak. Meg a kultúrát húzzuk már be az életünkbe, az ég áldja meg ezt a világot. Igen. Tehát, hogy legyen idő elmenni egy koncertre, legyen idő elmenni egy színházba, legyen idő egy könyvet elolvasni, legyen idő beszélgetni ezekről a dolgokról. Igen. És hogyha ezt megtalálom a megállásnak, és nem félek a megállástól, akkor azt gondolom, hogy ez lehet egy út afelé, hogy türelmesebb tudjak lenni, mert hogy merek megállni, és merek időt adni a dolgoknak. Bocsánat, a klienseimnek szoktam mondani, hogy gyakorold. Tehát igen, sokan félnek a megállástól, meg az elvonulástól. Tehát én szoktam mondani, hogy kezd 5 perccel, aztán legyen 10, de minden napodon legyen 10-15 perced arra, hogy összegzed a napodat, és kicsit magadba vagy belül, mert ugye mindig kifelé keresünk, kifelé megyünk, és nem vagyunk ott jelen, ahol lenni kéne, amiből ugye merítkezhetnénk. Türelmetlennek látszom, ez csak azért van, mert elrepült a műsoridő, úgyhogy elnézéseket kérek. Még annyit hozzáteszem, hogy a lehető legérdekesebb helyzetek tudják leállítani az embereket. Én a saját munkámat tapasztalom, gyakran csinálok a rádióba portrébeszélgetéseket, úgy esik be az alany,
aztán valahogy abban a 40 perces porcébeszélgetésben én látom, ahogy mesél magáról, és ellazul, és elfelejti a pörgését, és lenyugszik, és azt látom, ahogy megy ki már a parkoló felé, lassan elgondolkodva sétál. Megállt egy pillanatra. Én nagyon köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek, hogy megálltak velünk erre a 25 percre. Családörzsök című műsorunkat látták. Szakértőink voltak Fekete Cseri, Zsuzsanna, Papp Csilla és Tornyai Gábor, akiknek szintén hála és köszönet azért a nagyon jó kis beszélgetésért. Egy hét múlva újra itt vagyunk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!